Eldobott flakonok százai, drótok, alkatrészek. A helyszín a Szekszárdi Baráth János utca, azonban nem csak itt, hanem számos másik helyen is hasonló életképpel találkozhatunk. Az önkormányzat az Energiaügyi Minisztérium képviseletében eljáró, nemzeti hulladékgazdálkodási koordináló és vagyonkezelő, zárt körűen működő részvénytársaságtól kapott támogatást arra, hogy felszámolja a városi hulladékot. Ez nagyon nagy probléma, ez költség. Tehát ide, mikor kidobják a hulladékot és leteszik valahova, akkor azt össze kell szedni, az nincs rendes rendszerben benne. Van hulladékgyűjtésnek egy rendszer, ez abban nem tartozik bele, ezt nem lehet elvinni kukásautóval, ez ide kell jönni rakodógéppel, össze kell szedni, vagy emberekkel pluszba, össze kell szedni, el kell szállítani, és utána ki kell fizetni az átalmatlanítási díjat. A 26 millió forintos támogatásból 14 helyszínről összesen 380 köbméternyi hulladékot szállítanak majd el. Az önkormányzat térfigyelő kamerát is telepít, kettőt a Baráth János utcában, egyet a Patak utcában és hármat a Csörgetónál. Ez örök probléma, sajnos. Ezért próbáljuk ezeket felszámolni, bízunk benne, hogy a kamera telepítések ezeket megoldják. Attól kezdve bírságon lehet azt, aki elhelyezi. A projekt befejezésének határideje 2025. február 28-a.